Elfogadták a költségvetés tervezetét. Idén minden eddiginél magasabb összegből 36 milliárd forintból gazdálkodik a város. A mai soron kívüli ülésen elhangzott: A források zömét az eddigi előkészítés alatt álló nagy beruházásokra fordítják. Emellett a helyi vállalkozások munkahelyteremtését 50, ingatlan vásárlását pedig további 60 millióval támogatják, hogy növeljék a beruházási kedvet. A szociális szférára 132 millió forintot költenek különböző támogatások és ellátások formájában, a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes balatonmáriai táborozására pedig 2,8 millió forintot szállnak a rendőrség által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszer működési támogatására 5, bővítésére 20 millió forintot különítettek el. Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta, is a pénzügyi helyzete stabil, és ezúttal sem szorul fejlesztési hitelre. Ugyanakkor az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőitől takarékos gazdálkodást kér. Egy költségvetésnek az előkészítése az legalább fél évet vesz igénybe. Itt az összes gazdasági társaság vezetővel, az összes intézmény vezetővel többfordulós tárgyalások történtek voltak, informális közgyűlést tartottunk, ahol a képviselők elmondhatták a javaslataikat, felvetéseiket. Nem nagyon élt a, az ellenzéki padsorban ülők képviselők ezzel a lehetőséggel. És azt kell, hogy mondjam, hogy minden területre, tehát a működésünkre, az, hogy a város működjön a város fenntartásra is, azért tudtunk tisztességes forrást találni, ugyanúgy az oktatásra, a kultúrára, a sportra,